Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Következik a Ferencváros AS Róma visszavágója az Európa Liga legjobb 32 csapatai között. 2-5-ös római vezetésről, 3 góllal vezetnek az olaszok összesítés, ugye nincsen idegenben lőtt gól, illetve nálunk nincsen hosszabbítás sem. Tehát, hogyha egy valami csoda folyta, 3 góllal a Ferencváros 90 perc alatt tudná győzni az AS Rómát, akkor 11-es párbajban dőlne el, hogy melyik együttes jusson az Európa Liga legjobb 16 csapata közül, ez az a 8-ad döntőbe. Na, hát erre valljuk be, nagyon kevés az esély. Jöjjenek a himnuszok, és aztán a hazai Róma elleni összecsapás. Nézzük akkor a Ferencváros kezdő 11-jét először is. Dibusz természetesen a kapuban, Vingó, Kovácsovics és Botka személyében csak 3 védő. Látszik, hogy támadó a felfogás a Stanislav Csercseszov együttesének. Tokmak, Zubkov, Marin, illetve a Max személyében is azért támadó szellemű játékosok. Besics a középpályán, előtt pedig Ryan Mai, illetve Uzuni kezd majd a Ferencvárosban. Ez tehát a Fradi kezdője a mai mérkőzésre. És mint mondtam, 3 góllal kéne legalább legyőzni az AS Rómát, ugye 5-2-es vereséget szenvedett Rómában a Stadio Olimpicóban a Ferencváros a két csapat első mérkőzésén az odavágón, ahol ugye a Róma vezetett 5-1-re is, és teljesen szétesett a Fradi, nem is játszott jól, de a végén Uzuni, hát azt nem mondom, hogy a reményt visszahozta, de azért szépített kicsit a dolgokon. Éme a Róma kezdője, Rui Patricioval a kapuban, Ibanez, Cristante és Mancini a 3 védő, Villar, Veretu, Karsdorp, Spinazzola, illetve Mkhitaryan is azért ott a középpályán szerepel, illetve hát Mkhitaryan és Pellegrini azért majd többnyire Ibrahim kiszolgálására van ma, úgymond bevezényelve. Kezdődik tehát a mérkőzés szokásos zöld összeállításában, illetve itt szokásos zöld összeállításában a Ferencváros is, hogy ettől a szezontól már más a meze a Fradinak, illetve ezúttal fekete narancssárgában az AS Róma együttese. Tét át az Európa Liga 8-ad döntője. Még hozzá egy olyan csapattal találkozik ma a Fradi, amely a végső esélyre, vagy a végső győzelemre is esélyes csapat itt az Európa Ligában, de nyilván még a Rómánál is vannak nagyobb csapatok a mezőnyben. És az első sárgát majd Henry Vingó kapja a 6. percben. Sajnos úgy csúszott be Vingó, hogy ez így egy szabadrugás lesz majd, amelyet viszont Veretu végezhet majd el. Na nézzük, Veretu messziről lő, ez lepattan, ez viszont még így Karsdorpé lehet. Karsdorp még egy csele elküldött egy Fradi védőt, aztán jó az újabb csele Karsdorpnak, ott egy lövés, blokkolják, még mindig ott a labda, Vingó csúszik be, és már les miatt lefújták, jól van, Spinazzola kapott sárgát, illetve Marin is. Illetve Spinazzola volt lesen, és Marin kapja a sárgát. Úgy akartam mondani, hogy Vingó után Marin is besárgul. Ugye Blasicot is többek között kiállították, 3 piros lapot kapott a Fradi az előző meccsen, miközben Ryan Mai lőhet egyet! Rui Patriciónak kell védeni egy nagyot. Megvolt az első Fradi helyzet a meccsen. Sajnos Ryan Mainak nem sikerült gólra váltania. Szóval visszatérve, előző gondolatmenetre 3 pirosat is kapott a Fradi, úgyhogy 3 eltiltott is van ezen a meccsen. Akik nem játszhatnak, így jött össze, hogy a Kovacsics, Vingó, Botka védő 3-as. Viszont megint egy rossz labda, Rui Patricio. Ez Szemimáé és Blažić is többek között ugye a kiállítás sorsára jutott, ahogyan Čivić is. Ők nem játszhatnak ma. Marin. Most ő is kapott sárgát. Botka. Botka viszi el. Besics. Besics még egyet tovább. Ryan Mai lőhet, és a felső lécről kijön a labda. Pedig ez most nagyon nagy helyzet volt. Megint Ryan Mai. Rui Patricio bravúrja után, tehát egy kapufa, marad a 0-0 a Ferencváros Róma Európa Liga meccsen. Veretu. Mkhitaryan. Jól tovább, Spinazzola, megvan a csele. Vingóval szemben, Spinazzola visszasarkazza, Mkhitaryan. Beközépre, Ibrahim lő fölé. Ezt most megúszta Fradi. Botka. Besics. Besics hozza a labdát, mint a szélen kérnék. Ez viszont megvan így Vingónak. Vingó. Tokmáknak volt hosszú. Mancini szabad rúgása. Mancini végzi el. Ibrahim. Ibrahim jól megy el.
rajta Vingo, Abraham még beközépre, Veretu, és aztán most sikerül menteni Kovacsics, úgyhogy menteni, elhozni a labdát Marin, földön közben ott az egyik Fradi játékos, ez nem jó hír, így is három kieső van az eltiltás miatt, most sérülés miatt nem kéne, de hát úgy néz ki, hogy lesz csere, mert Vingo nem tudja tovább folytatni, ahogy látom. Nem is Vingo az, aki nem maradt a földön. Mégsőt egész... Mint van ebben a szituációban sérült meg Tokmak, az ő helyére jön Boli. Az egyik leggyorsabb emberét most elveszíti a Ferencváros, érkezik tehát Frank Boli. Ezen a rómaiak visszaadják nekünk a labdát. Tokmak sajnos hamar kiesik. Ez azt jelenti, hogy igazából már így három alapembere dől ki Csercseszovnak egy sérülés miatt, illetve hát ugye három eltiltott is van. Boli közben nem tudja átverekedni magát, Marin jön be közben segíteni. Marin tolja el Ibanez mellett, Marin még. Marin, jó a visszacsel, Marin! Marin, azt lőni kell, Rui Patricio megint. Óriásit védett a portugál. A harmadik komoly Fradi helyzet, de is lehetett volna dolgozni a hátrányt már, hogyha mind a háromból sikerült volna gólt szerezni. De egyelőre nemhogy hármat, egyet sem sikerült rúgni. 2-5 összesítésben továbbra is. Még egyszer mondom. Három gól kell a Fraditól, és egyelőre még egyet sem láttunk. Abraham, igaz, ha a dolgok pozitív mérlegét oldalát nézzük, akkor nem is kapott a Ferencváros még gólt. Spinazzola, de akkor minden eldőlne. Azért akkor már négyet kéne rúgni a Rómának 90 perc alatt, amiből már így is eltelt a több mint a harmada az időnek. Villar, Veretu. Igaz, azért össze tud omlani ez a Róma, és láttunk erre példát ősszel is, de azért ezzel nem lehet számolni, ez mindig előfordul. Uzunit figyelmezteti a játékvezető, Veretu szabadrúgása 41. percben. Veretu adja be, ott a fejes, és a gól van előtt, Zubkov el tudja hozni. Fú, de kellett ez a mentés most, Boli. Na, és jó kérdés, hogyan számolt be a meccsbe. Zakariasszal volt még, aki ilyen támadó szellemi játékos a Ferencváros kispadján. De Boli mellett döntött Csercseszov. Uzuni. Szabad rúgás lesz. Negyvenötödik perc. Na, jó lenne a félidő vége előtt még egy gyors gól. Uzuni. Lövésre Maknak. Mak veszi merre, és aztán nem is rossz az a lövés. Rui Patricio megint. Megdolgoztattuk a portugál válogatott kapusát az első félidőben, de egyelőre nincsen. Ferencvárosi gól az első játék részben 0-0, 45 percre attól a Róma, hogy bejusson az Európa Liga 8-at döntőjébe. Továbbra is 5-2-ről összesítésben a Róma. Jöjjön tehát a második félidő, Ferencváros-Róma 0-0, összesítésben 2-5. Az utolsó 45 perc, 3-4 órája maradt a Fradinak három gólt ledolgozni. A második csere, Vécsei Bálint érkezett Besics helyett, úgyhogy a Tokmak Boli változtatás után most Vécsei a pályán. Spinazzola, most viszont vigyázzunk, mert jön a Róma. Spinazzola, Dibusz! Na, a második félidőt jól kezdi a Róma. És Dibusz is. Nem volt sok helyzet a Rómának az első félidőben. De hát a római ötös után most egyelőre még nem is kapott gólt a Ferencváros. Ez mindenképpen pozitívum, ez pedig lepattan. Szöglet. Hát jól kezdik az olaszok a második félidőt, azt kell, hogy mondjam. Szeretnék gyorsan lezárni itt a második félidőben a dolgokat. Reméljük, ez nem jön össze nekik azért. Karsdorp. Mkhitaryan. Mellé. Más kérdés, hogy azért ennek ellenére is eléggé eldőlt ez a párharc, viszont hát reméljük, hogy legalább szépen sikerül zárni. És egy óriási labdát kapott Boli Vingótól. Boli tör kapura 1-1-ben, és belelövi Rui Patricióba, még mindig ott van Boli. Hát ezt hogy nem sikerült gólra váltani? Aj, mi maradt ki. Hát az ilyenekkel, ha nem sikerül élni, akkor itt a csodát is nagyon nehéz lesz végrehajtani. Abraham. Simán lefejelte Vécseit Abraham, Botka szerzi meg közben. Marin. Hát lélektanilag ez hogy hathat a csapatra. Fél óra hátra. Boli. Tokmak helyére jött csöreként. És most megszerezhette volna a vezetést, hogy legalább ezen a meccsen valami szépet elérjen a Fradi. Karsdorp, nyilván Róma ellen egy X sem rossz eredmény természetesen hazai pályán, de hát Karsdorp közben beemeli. Ébrehem egyből, Dibusz kivédi! Azt a mindenit mekkora védés volt, a gólban elő valahogyan Dibusz kipaskolta. Karsdorp megy majd le. És az ő helyére érkezik Stefan El Sharawi. Jön a Róma szöglete, Dibusz!
nem kellett hozzáérni. Azt akartam mondani, hogy eléggé pakol jött ki most Dibusz, de ez a fejes, ez veszélytelen volt a kapura végül. Pellegrini megint eladja a Fradi a labdát, Ibrahim. Sok a hiba a második fél időben, Mkhitaryan, Vingo. Ez szép szerelés volt. Visszajátszhatja magát a csapatba Vingo. Igaz, lehet ez az utolsó európai kupa meccse most ebben a szezonban nálunk a Fradinak. A BL selejtezőtől kezdve, ez ugye már a tizedik összecsapás. Zubkov. Na hát, hogyha itt összejönne a csoda, mondjuk erre már csak 20 perc van hármat rugni, ha itt összejönne a csoda, akkor meg lehetne. Még egy 8-5 döntős újabb két meccs, kérdés ki ellen, mert azért vannak könnyebb ellenfelek, meg vannak azért nosztár csapatok is. Vingo, meg van a labda Vécsei, cserélt közben megint a Róma, Ryan Maé kiugratja Bolit, Boli újabb helyzetben, Boli viszi még, Boli lő, gól! Na jól van, megvan a vezetés a Ferencvárosnak. Boli javítja a hibáját. 75. perc, a vezetés összejön a Róma ellen. 1-0. Hát egy jó 75 percet várni kellett most erre a gólra, de legalább megérte. Vezet a Ferencváros a Róma ellen. 5-3 összesítésben. 15 perc alatt kéne még 2. Nagyon nehéz lesz. Láttuk már csodát a futballban, ez azért még talán ahhoz képest is nagyon nagy csoda lenne. Zaniolo jött egyébként Villar helyett, cseréltek megint az olaszok. El Sharawi hozza, ott a beadás és a fejes haza, 11-es. Botka csúszott be rosszul, és akkor a Róma itt lezárhat mindent, eldönthet mindent, Botka sárga. Kár volt ennyire elsietni. Meglett a vezetés Boli révén, aki javította a hibáját egy góllal. Csereként bálva szerzett gólt Boli. És hamar egyet a Róma. Verettu 2-11-es berugott Rómában, és most egyet Budapesten is belő egy-egy. Verettu góljával úgy néz ki, eldőlt a párharc. Eddig nem dőlt volna el. 1-1-6-3 összesítésben a Rómának. Összeomlik a Ferencváros most ebben a pillanatban, legalábbis a játékosok a Neznészkeszen. Mi lesz a folytatásban, az jó kérdés. Lélektanilag jól jött ez a gól a Rómának, mert a második fél időben jól játszottak, viszont rendezett volt a Ferencváros védelme. És most egy 11-esből kapunk megint gólt. Ryan Maé közben. Maé! Gól! 2-1! Sokat nem kell várni az újabb Fradi gólra. Hát itt megindult a gólzápor Budapesten. 2-1. Itt Ryan Maé elviszi két védő között, nem tudják őt bántani, és aztán megrúgja a másodikat. Hamar megvan megint a vezetés a Fradinak. Zaniolo. Boli. Hát összesítésben 6-4. Zubkov kilép megint, Zubkov leadja, Ryan Maé, vissza Zubkovnak, milyen gólt rugott a Ferencváros, 3-1. Alekszandr Zubkov visszahozza a reményt, egy gól kell a továbbításhoz, az előbb pedig még temetni lehetett a Ferencváros, hiszen 3 gólos hátrányba került megint, mert kapott egyet. Zubkovtól indult az egész, ő vitt el a védők mellett, és aztán Ryan Maé visszaadta, ő adja a gólpasszt most, 3-1. 5 perc van hátra, és az idő alatt kéne egy gól. 3-1. 6-5 összesítésben a 11-es párbajhoz kéne egy gól. El Sharawi. Spinazzola mellé. Hát valóban ez a Róma tud összeomlani. Ez ezt is mutatja most. Botka. Hát itt az utolsó negyed órában felgyorsultak az események. Kovácsevic. Marin, 3 perc a ráadás. Boli kapja, és Boli mehet 1-1-ben. Boli, be kell rúgni, Boli visszateszi, és ott a gól! Kiegyenlít a Ferencváros összesítésben, gyakorlatilag már a sírból, vagy a sír alól visszahozva. Ryan Maé. 6-6. Itt van, Boli visszaadja, hogy Ryan Maé rúgja be. Hát mi van itt? 4-1-re vezet a Ferencváros a Rómán. Az utolsó negyed órában rugott 4-et a Fradi Mkhitaryan, és itt a vége. Jöhet a 11-es párbaj. Teljesen összeomlott itt a végére a Róma. A Fradi pedig ezt kihasználva visszahozta a párharcot. 4-1-re megveri a Rómát,
és büntető párbajban eldől, hogy ki jut tovább. Ryan Mahé kezdi a büntető rúgást, aki két góllal és egy gólpasszal segítette a csapatot a Ferencvárost ahhoz, hogy négyet rúgjon az utolsó negyed órában, és meglegyen a 6-6-os összesített döntetlen, mégis egy gólt kapott ma a Fradi. Mahé lövi, és kivédi Rui Patricio. Szegény Mahé, a legfontosabbkor hibázott. Veretu, és berúgja megint. Veretunak ez már a negyedik 11-es gólja a párharcban. Nyilván ez nem számít olyannak, mint az előző három. Ugye ma is berúgott egyet, meg Rómában is kettőt. Uzuni, és Rui Patricio ezt is megfogja. Hát a büntetőpár megyelő tragikus a Fradinak, Pellegrini 2. 2-vel vezet a Róma. Mack. Ezt már be kell rúgni. És Mack be is lövi. 2-1. Nézzük, Majorál. Majorál, Dubusz kivédi! Bravo! Jól van. Marin. Vissza lehet ezt még hozni, ha Marin berúgja. Már pedig berúgja, ez egy nagyon jó 11-es volt. És akkor ezt most Mkhitaryannak el kell hibáznia, hogy meglegyen. De nem hibázza, Mkhitaryan belövi. Ha ez kimarad, Zubkov büntetője, a Róma bejut a 8-döntőbe. Zubkov! Zubkov beemeli! Gól, megvan a harmadik a Faradinak. És ezen dől el, vagy dőlhet el sok minden. Ha Elsharawi belövi, 8-döntős a Róma. Nézzük, Elsharawi mellé rúgta! Mellé rúgta, él még a remény. Boli. Ezt be kell rúgnia. Boli, gól! Jó, 4-3. És akkor, ha Zaniolo elhibázza, fordul a kocka. Zaniolo belövi. Ez jó 11-es volt sajnos. 4-4-jel megyünk tovább. A csereként báló Vécsei. Vécsei is belövi. Az első kettő után nem hibázott a Ferencváros. Spinazzola. A hetedik körben vagyunk. Spinazzola. Dibuszvéd! A Ferencváros kiejti 3 gólos hátrányból az AS Rómát az Európa Ligában. És a 8-döntőben folytathatja Fradi az elben. Egy nagy esélyes, egy végső győzelemre is azért elég nagy eséllyel pályázó együttes esik ki az elből az AS Róma. Méghozzá a Ferencváros ellen, úgyhogy az első meccset 5-2-re nyerte a Róma. 4-1-re nyer a Ferencváros.